Radó András, gratulálok! Beálltál a második félidőben, és meg is fordult az állás, és tovább jutott a Ferencváros. Gondolom azért nem ilyen egyszerű ez a dolog. Hát igen, azt gondolom, hogy ugye egy viszonylag gyengébb sorozat mögött vagyunk, de hál' Istennek most mindenkinek meg tudtuk mutatni, hogy ugyanazzal az erővel tudunk játszani, amivel a tavalyi évben, és tényleg 1-0-ás hátrányból most is azt gondolom, hogy két nagyon szép gólt rúgtunk végig. Azt gondolom, hogy egyébként mi uraltuk a játékot, a videóton abszolút csak kontrákra állt be. A csapat erejét mutatja, hogy hihetetlen, hogy mekkorát küzdöttünk ezen a mérkőzésen, és azt gondolom, hogy teljesen megérdemelte jutottunk tovább. A csapat erejét mutatja, és a fejben a mentális erőt mutatja, valószínűleg erre gondolsz te is. A játék az már kezd olyan lenni, hogy érzed, mint ősszel volt, vagy ezután a meccs után esetleg lehet megint olyan? Én azt gondolom, hogy mindenképp ezen a mérkőzésen, és azt gondolom, hogy azt a játékot mutattuk, amit tavaly is, nyilván még talán egy kicsit görcsösebb volt, hiszen kellett tényleg, azt gondolom, ez a mérkőzés ahhoz, hogy mindenki újra tudja majd hozni azt a szintet, amit eddig is, és ez a mentális erő, azt gondolom, ami nagyon fontos összetevője a futballnak. Ezt megmutattuk, hogy jelesre vizsgáztunk, és remélem, hogy szombaton ugyanígy tudjuk folytatni ezt a játékot, amit most produkáltunk. Egyáltalán nem akarok ünneprontó lenni, viszont a külső szemmel úgy is tűnhet a dolog, hogy kell nektek a Böde Dani. Szóval, hogyha nincs Böde Dani, akkor lehetnek problémák. Most visszajött Böde Dani, ugye beállt a Videóton ellen a szünetben, és jött a fordítás. Szóval, hogyha ő nincs a pályán, akkor valahogy nehezebbnek tűnnek a dolgok. Nyilván nagyon fontos játékos a csapatunknak, hogyha egy Real Madridból vagy egy Barcelonába kiveszünk egy Ronaldot vagy egy Messit, azt nyilván egy olyan kaliberű csapat is megérzi. Nálunk is a Dani egy nagyon fontos személyiség, úgyhogy örülünk neki, hogy visszatér, és reméljük minél előbb 100%-os állapotba fog kerülni. De azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen mindenki abszolút oda tette magát, és együtt nyertük meg ezt a mérkőzést. Egyet árulj még el, Böde Dani, a ti Ronaldótok vagy a Messitek? Ő a mi Böde Danink.